Megszokhattuk már, hogy minden évben november-december környékéjön ki az új adócsomag, amelyből megtudhatjuk, hogyan adózunk a következő évben. Az idén január elején életbe lépett változásoknál az az irány látszik, hogy a jövedelmek helyett a fogyasztásokat terheli mind nagyobb adókulcs. A legtöbbeket érintő újdonságok a személyi jövedelem adóterén érkeztek. Bizonyos kafetéria elemek, vagyis béren kívüli juttatások ugyanis adómentessé váltak, fejtette ki a 35 perc című műsorunkban nyilatkozó szakértő a járványhelyzetre való tekintettel az úgynevezett adómentesen adható elemekkel, például az ilyen, hogy tesztelésekkel, a különböző vizsgálatok, és ha ezeket átvállalja a munkáltató, akkor ezek adómentesen adhatók. A másik nagy elem a kedvezményesen, ad, a kedvezményesen adózó kafetéri elem, ezek között a szépkártya volt, eddig volt egy ilyen határ, ez 400 ezer forint, ez megduplázódott, és jelenleg 800 ezer forintig lehet kedvezményesen kedvezményes adóval adni, ez a kedvezményes adókulcs, ez a 15 os és további elemeket tettek bele az adókulcs kafetéria elemei közé. A legnagyobb adóbevétel az áfából származik itthon, éves szinten mintegy 5000 milliárd forint, így ennek az adónak a megváltoztatása mindig kényes kérdés. Ennek ellenére nem került el ez sem a módosításokat, az új lakások építése után fizetendő teher 5%-ra csökkent a támogatási program részeként. Az áfa bevallási tervezetet pedig immár az adóhivatal is elkészítheti. Szinte jelentős változás az online számlázás kiterjesztése, ezen túl a nem áfa alanyokat is elektronikus adatszolgáltatás terheli, vagyis mostantól mindez számlát lát a NAV. A kis adózó vállalkozások tételes adójánál is vannak újdonságok. A kata, az jelenleg egy határnál húzták meg, ez ö, 3 millió forint, és azt mondja ki az új jogszabály ö, január 1 hogy egy kifizetőnél egy adott adóévben 3 millió forintot nem haladhatja meg, ha meghaladja, akkor egy ilyen büntető, Adóval sújtja, ez 40 százalékos. Ez a kifizetőt terheli, és a kifizetőnek kell a 3 millió forint feletti részt 40 százalékos adót ö, megállapítani és befizetnie. Amúgy a Katának a értékhatára ez 12 millió forintra emelkedett. Idehaza közel 400 ezeren Katáznak, nekik kell figyelniük a január 15-i határidőre. Eddig kell ugyanis tájékoztatniuk kifizetőjüket kata alanyiságukról. A helyi adó adóterén is történt változás, a bevallást idén már nem az önkormányzat adóosztályának, hanem a NAV-nak kell benyújtani. Az évente kétszeresedékes adóerőleget azonban az eddig megszokott számlaszámokra kell befizetniük március 15-ig, majd szeptember 15-ig. A szakértő a változások között említette még az új családi gazdaságokról szóló törvény életbe lépését. Ennek értelmében három kategória jött létre, így az őstermelőknek érdemes utána nézniük, melyikben folytatnák tevékenységüket, és milyen feladataik vannak ezzel kapcsolatban.